Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselőtársaim! Nagyon sok mindenről esett ma szó. Én sem tudok amellett elmenni szó nélkül, hogy mint hogyha mindenki virológus lenne, úgy áll hozzá a kérdéshez. És minek utána mindenki megkérje a másikat, hogy ne vigyünk bele pártpolitikát, azok után ugye pártpolitizál. Tehát ugye ez a mai napnak egy ilyen rövid sommázata ebben a kérdésben. De végül is ma az a dolgunk, hogy megtárgyaljuk azt a törvényjavaslatot, amit ugye behoztak elénk, és hát ezt ugye a tapasztalataink alapján tudjuk megtenni. Az alapján tudjuk megtenni, hogy amikor novemberben ez a kormány kapott egy fölhatalmazást, akkor hogyan ért ezzel a fölhatalmazásot, sőt, visszamehetünk egészen tavaszig, hogy megnézzük, hogy azok az intézkedések, amiket azóta a kormány hozott, azok milyen eredményeket hoztak. Én most nem kívánok itt amatőr virológussá válni, én inkább a gazdaság területéből hoznám a példákat. Tavasszal önök azt mondták, hogy jön egy történelmi, olyan gazdaságmentő csomag, amilyet még Európa nem látott. Később kiderült, hogy a magyarok se látják ezt, mert nem fogják ezt látni. Ezt Orbán Viktor bejelentette, talán valamikor márciusban, hogy április 6-án jön a nagy bejelentés. A nagy bejelentés elmaradt. Orbán Viktor így eltolta magától ezt az egészet, érezte, hogy hát ez nem lesz olyan erős. És akkor maradt nekünk az ITM-ből kettő államtitkár, aki elmondta, hogy hogyan fog kinézni a gazdaság Magyarországon a következő időszakban, hiszen megszorításokra lesz szükség, hiszen arra lesz szükség, hogy felkészüljünk egy olyan időszakra, amikor nem növekedés, hanem csökkenés áll be Magyarországon. Már akkor is mondtam egyébként, hogy nagyon jó, hogy nem derült ki, hogy mit mondtak el egy gazdasági bizottság ülésén, ez a két államtitkár, aki eljött, és nagyon jó, hogy a magyar választópolgárokat nem hetszerik önök azzal, hogy ezt elmondják nekik egy olyan kettő órában, amit mi ott végig hallgattunk. Ez a kormány pontosan tudja, hogy itt mi lesz 3-5 év múlva, de hogy mi lesz 3-5 hónap vagy 3-5 hét múlva, azt általában nem tudják. Láttuk akkor, hogy pénzt akarnak önteni a magyar gazdaságra, várattak az ezzel való tervekkel, ezek várattak magukra, majd kiderült, hogy ki fog ebből pénzt kapni. Kapott a Mészáros Lőrinc, kapott ő akkor is 18 milliárd forintot, hogyha elbocsátott 850 embert. Azért tegyék már a kezüket a szívükre. Ilyenkor úgy nem gondolkoznak el azon, hogy ez helyese? Hogy ilyenkor nem szól senki a Mészáros Lőrincnek, hogy vagy ne most bocsásd el ezt a 850 embert, vagy ne most kérjé 18 milliárd forintot? Nem most van itt az ideje. Ezt Mészáros Lőrinc megtehette. Ha egy másik magyar vállalkozó, aki nem tartozik az önök körébe, elbocsátotta az embereit, akkor nem kaphatta meg az állami támogatást. Ő nekik ígéretek maradtak. Mészáros Lőrincnek idén ki kellett fizetni a mátrai erőművet. És most nem megyek bele az, hogy Mészáros Lőrinc kinek a nem strómanja, akitől meg kellett venni a mátrai erőművet, muszáj volt azt idén kifizetni. Nincs annyi pénze otthon a Mészárosnak, hogy ezt megvárta volna, hogy majd jövőre, vagy azután, hogyha egy kicsit helyre rázódtak, akkor megkapja még azt a 20 pár milliárdot. Nem jött volna ki abból a 11 milliárdból, amit kivett a saját cégeiből osztalékként. Tehát valahogyan mindig oda kanyarodunk, azokra a dolgokra jut forrás, ami önöknek fontos. Nem a magyaroknak, önöknek. Önök nem Magyarország. Magyarországon vannak olyan vendéglősök, akiknek önök ígértek novemberben 50%-os bértámogatást. 2,5 hónapig küldözgették nekik a hiánypótlást, és tudják nekem, mit mondtak a vendéglősök? Hogy a hiánypótlásért nem kaptak semmit sem a boltban. Abból bizony nem tudtak bevásárolni. És a hiánypótlásból nem tudtak bért fizetni. A felszolgálónak, a szakácsnak nem tudtak belőle bérleti díjat fizetni. Mert azt bizony neki ki kellett fizetni.
Önök azt mondták, és ez egy alapvető probléma, alapvető különbség mindenkihez képest, aki körülöttünk a válságot kezelte, önök azt mondták, hogy csökkentik a költségeket. Na de hát ha valakinek nincsen bevétele, akkor az bármilyen szinten lecsökkentett költségeket sem tudja kifizetni. Ezt nem olyan bonyolult belátni. Körülöttünk minden országban azt látjuk, ugyan előttem szólók is elmondták, vették az utolsó békeévet, 2018, amikor még nem volt járvány, de már vannak arról lezárt számok, amennyit betetszett vallani az adóhatóságnak, annyit kaphat idén. Ebből tetszik élni, és nekem küldik osztrák ismerőseim, hogy küldi nekik az ottani adóhivatal, Finanzamt, ön ennyire jogosult, erre a számlaszámra tudjuk utalni, ha van kérdése, kérem itt jelezze. Hát önök ilyet nem küldtek senkinek. Önök csökkentették a költségeket. Azt mondták egy bezárt vendéglősnek, hogy kifizetem az 50%-át az alkalmazott bérének, ha te kifizeted a másik 50%-át. Hát ha bezárták, nincs neki bevétele. De akkor miből fizetnék ki a másik 50%-ot? Miből? Egy ilyen év után. Ezt önök végig sem gondolták, és még egyszer mondom, elakadt a rendszer. Látszik, hogy egy év kevés volt arra, hogy felkészítsék az igazgatást arra, hogy ezeket az úgymond ötletszerű javaslatokat, ezeket végig is vigyék. Novemberben ígérték meg, februárban Gulyás miniszter még állt egyik lábáról a másikra, és mondta, hogy hát igazság szerint abból a 27 milliárdból abból hát 20 még benn maradt. De most akkor kifizették. Eltelt november, eltelt december, eltelt január, februárban. És én nem kívánom önöknek, hogy addig tartsák vissza a levegőt 3 hónapig, de sajnos önök ezt kérték a vendéglátósoktól. És itt egy dolgot érdemes tisztába tenni. Ők nem azért nem tudnak kinyitni, mert az ő munkájukra nincsen szükség. Nem azért nem dolgozhatnak, mert az a termék rossz. Nem azért mennek tönkre azok a cégek, mert nincs rájuk szükség a piacon, hanem azért, hogy az egészség megóvása érdekében hozott intézkedéseket betartva, őnekik be kellett zárni. Ezek miatt, a szabályok miatt őket kártalanítani, kárpótolni kell. Önök hoztak olyan szabályokat, hogy ők ne nyithassanak ki, hiszen meg kell óvni az egészséget. Erre azt lehet mondani, hogy helyes. De akkor őket kártalanítani kell. Nem 50%-ban. Tehát egyfelől önök ott követik el az egyik hibát, hogy a költségeket csökkentik, nem a bevételeket pótolják. Másfelől, ahol a gazdaságba pénzt tettek, ott viszont azt a hibát követik el, hogy nem egy meghatározott stratégia alapján kiválasztott olyan stratégiai húzó ágazatokba tesznek bele pénzt, ahol egy fenntartható fejlődés miatt a mostani 5,1%-os GDP csökkenés egy pillanat alatt ugye vissza tud húzódni, hiszen azokkal lehet újrakezdeni, akik talpon maradtak, hanem önök a kiválasztottaknak adtak. Azoknak adtak, akire a kedves vezetőnek az ujja rámutatott. És más mondok, akire meg a kedves vezető ujja nem mutatott rá, azoknak meg nem adtak. És ez ennél nem bonyolultabb a válságkezelés az önök tekintetében. 3600 milliárd forint, és látom, na csak képviselőtársam ingatja a fejét. 100 milliárd forintot kínálnak most a KKV-knak, hogy talpon maradhassanak hitelből. Ugye ez hitel lesz? 100 milliárd forint, amit 10 milliónként vehetnek föl a KKV-k. De ezt mondta a miniszterelnök, 10 évre, 3 hónapon, vagy 3 éves moratóriumban. Mikro és kisvállalkozások, legyünk pontosak, így van. Én tudom, hogy a Mészáros Lőrinc az egyik se a kettő közül, de az meg vissza nem térítendő támogatásokat kap. Én nem azt kívánom a Mészáros Lőrincnek, hogy ő is csak annyi pénzt kapja, mint amennyit egy magyar KKV. De az bizony kívánom minden egyes magyar KKV-nak, hogy kaphasson annyi pénzt, amennyit Mészáros Lőrinc. Akkor is, ha nem így hívják. Akkor is, ha nem tudom, kinek a nem strómanja. Tehát hibásan kiválasztott ágazatokra öntöttek rá fantasztikus mennyiségű pénzeket,
másokat pedig az útszélén hagytak, ezért nem várható az, hogy hamar visszapattan a gazdaság. Hallottuk a miniszterelnököt, hogy nálunk kisebb volt a csökkenés, csak 5,1-5,2%, hiszen ennél mennyivel rosszabb adatai vannak az osztrákoknak, a franciáknak, a németeknek, a spanyoloknak. Hát kérdezzük már meg a magyar családokat, jöjjenek már velem Dél-Baranyába. Szeretnének-e ők olyan rosszul élni, mint ezek a lecsúszó osztrákok? Mint azok a lecsúszó németek? Hát kérdezzük már meg őket. Hát kérem szépen, honnan esünk, hova? Ezt relatív mértékben is meg kell nézni. A gazdaságnak a teljesítő képessége hol volt, onnan hova esett vissza. És ha újra csak a kiválasztottak, a kegyencek, a kegyeltek fognak pénzt kapni, akkor lehet látni, hogy ez biztosan nem lesz nagy gazdasági növekedés, és semmi esetre sem lesz fenntartható. És volt az elmúlt 10 évnek egy nagyon rossz gyakorlata. Nagyon rossz gyakorlat az volt, hogy itt Magyarországon mindig az állam volt a legnagyobb megrendelő. Hát nyilvánvalóan, hogy így lehetett a legkönnyebben a közpénzeket odairányítani azoknak, akik önöknek kedvesek, aztán azok meg vagy megtanultak vállalkozni, vagy nem tanultak meg vállalkozni, és lettek ilyen betonba öntött álmok szerte Magyarországon, rengeteg adóforintból és rengeteg EU-s pénzből. Most, amikor tényleg bajban van a gazdaság, és a legjobban most van lenne arra szükség, hogy az állam legyen a legnagyobb megrendelő, most meg nincs rá pénz. 9%-os a hiány. 81%-os újra az államadósság. 5,2%-os GDP visszaesés van. Miből lesz? Miből fogják önök felpörgetni a gazdaságot? Hitelből? Sokszor bírált EU-s pénzből? Tegnap hallgattuk, hogy ne Brüsszelbe tessék nyűszögni meg Washingtonba. Hát csak nehogy az legyen a vége, hogy ennek a kormánynak el kell menni Brüsszelbe nyűszögni, mert más majd nem ad pénzt. Miből fogják felpörgetni újra a gazdaságot? Hogyan lesz? Hogyan pattan föl a magyar gazdaság? Azért, mert meghozták ezt a 3 rossz döntést. Az első rossz döntés az, rosszul kiválasztott ágazatokba öntötték bele a pénzt. A második az volt, nem a bevételeket pótolták, hanem a költségeket csökkentették. És a harmadik pedig az, hogy mindig az állam volt a legnagyobb megrendelő, most meg amikor szükség lenne rá, most meg nincs rá pénz, mert elköltötték. Köszönöm szépen a figyelmet.